Sziasztok! A mai alkalommal az ismétléssel, az iterációval fogunk megismerkedni. Az ismétlés egy nagyon egyszerű dolog, valamit, amit újra és újra végrehajtunk. Ebben igazán erősek a számítógépek. A ciklusoknak több fajtája van, most a legegyszerűbben a számlálós ciklussal fogunk megismerkedni legelőször. Írjuk le az első példánkat. Általában a programozási nyelvek a for kulcsszót használják erre a célra, a ciklus változónknak a neve pedig legyen a kis i az elején. Ezután használjuk az in kulcsszót, és meg kell adnunk azt a gyűjteményt, amelyen végig szeretnénk haladni. Először ebbe a számlálós ciklusban a range függvénnyel állítjuk elő a számoknak egy sorozatát, megadjuk neki most paraméternek, hogy 1-től 5-ig hozzon létre egész számokat. Ez a sor, amit kettős ponttal zártunk le, ez a ciklusnak a feje. Majd meg kell adnunk a ciklusnak a magját, amelyet ugye meg szeretnénk ismételni legalább 5-ször, ugye ebbe a példánkban, és írjuk ki a print függvénnyel, hogy hello, világ, felkiáltójel. Mentünk, futtatunk. És látható, hogy 5-ször kiírtuk ezt a szöveget a konzolra. Természetesen egyértelműbb a ciklusunk működése, ha magát a változót is kiíratjuk, ezt pedig tegyük meg úgy, hogy amit már tanultunk, azt használjuk föl, így adjuk meg a print függvénye paraméterül a ciklus változónkat, amelynek az értékét a ciklus folyamatosan lépteti egyesével. Mentsünk, futtassunk, és látható most már, hogy valóban 5-ször futott le a ciklusunk. Egy picit beszéljünk a range függvényről, amit itt felhasználtunk. Nagyon sokszor a for ciklus használatánál találkozhatunk vele. A range függvény számoknak egy listáját adja vissza, számsorozatokat tudunk a segítségével létrehozni, megadjuk a sorozat első elemét, ami ebbe az esetben az 1-es volt, majd megadjuk a sorozatunknak a végső elemét, ami most a 6-os volt. És mivel jobbról nyitott a sorozatunk, ezért 1-től 5-ig fog elemeket létrehozni, számokat ez a függvény. Nézzünk példákat a range használatára. Mint ahogyan mondtam már, ciklusoknál találkozhatunk vele sokszor. Írjuk le a következő kódot. A printbe dobjunk be egy listát, majd a listába pedig egy range függvény által visszaadott számsorozatot adjunk át. És ha mindent jól írtunk le, akkor megjelenik a konzolon a lista, amelynek az elemei 1 és 5 között, tehát 1-től 5-ig szerepelnek. A range függvény ugye nem csak egyesével tud számolni, hanem meg lehet adni a lépés közt is, így a következő példában ugye 0 és 10 között fogunk létrehozni egész számokat, úgyhogy kettesével lépdelünk, és látható, hogy így a listának az elemei a 0, a 2, a 4, a 6 és a 8. A range egyébként visszafele is tud számolni, tehát 5 az eleje a listánknak, el akarunk menni nulláig, és ehhez ugye mínusz 1 lépés közt használunk, és látható, hogy 5-től visszafele kapunk egy csökkenő elemeket tartalmazó listát. Tehát ez nem tartozik, ez az ismeret nagyon szorosan a ciklusokhoz, de mivel sokszor a ciklusok használatánál találkozunk vele, érdemes egy picit megismerni. A következő ciklus fajta a bejárós ciklus. A bejárós ciklusokkal gyűjteményeket tudunk bejárni, olyan gyűjtemények, amelyek iteréből idegen nyelven megfogalmazva, tehát képesek, azt a képességgel rendelkeznek, hogy őt egy ciklussal be tudjuk járni. Ilyen például a lista. Hozzunk létre egy Animals néve hallgató listát, amelynek az elemei legyenek kedvencek, ugye, mint például a kutya, macska, egér, és hát végül
az elefánt. Jó, tehát van egy listánk, amelyet beszeretnénk járni, a for kulcsot használjuk itt is, a ciklus változónk legyen a PET, az in kulcsó után pedig megadjuk az animals listát, ez a ciklusunknak a feje, majd kiírjuk a ciklus változót a print függvény segítségével, ugye ez lesz az iterátor, és a PET értékét adjunk meg paraméterül, és hibát kaptunk azért, mert elírtam a változónkat, animals-re most kijavítom, futtatom, és akkor szépen lefutott a ciklusunk. Az iterátorunknak az értékét pedig a konzolra írtuk, először jön a kutya, a macska, az egér, és végül pedig az elefánt. Ugye itt nem kell léptetnünk ciklusváltozót, és akkor azzal megcímezni a listánkat, mint egy index, hanem automatikusan szépen az elejétől a végéig be fogjuk járni ezt a gyűjteményt. Ezek után térjünk rá a feltételek ciklusokra. A feltételek ciklusoknak a jellemzője, hogy egy adott feltétel teljesülése vagy nem teljesülése alapján fogjuk eldönteni azt, hogy végre fogjuk-e hajtani a ciklusmagot, vagy pedig sem. Ennek kétféle fajtája van, van az előtesztelős ciklus és a hátultesztelős ciklus. Az előtesztelős ciklusoknál eldőlhet a kérdés úgy is, hogy egyetlen egyszer sem fut le a ciklusmag, míg a hátultesztelősöknek a jellemzője, hogy egyszer mindenképpen le fog futni a ciklusunknak a magja. Nézzünk egy példát, egy egyszerű példát az előtesztelős ciklusra. Hozzunk létre egy i változót, amelynek az értéke legyen nulla. Ezután a while kulcsszót használjuk, és meg kell adnunk a feltételt, ami eldönti, hogy le fog-e futni a ciklusunknak a magja, vagy sem. Kettős ponttal lezárjuk a fejsort, majd szépen kiiratjuk az i ciklusváltozót. Ugye i egyenlő százalék d, majd százalék i, és figyeljünk oda, hogy ezekben a ciklusfajtákban, az előtesztelősben és a hátultesztelősben nekünk kell léptetnünk a ciklusváltozót, tehát az i változónak az értéke az i plusz 1 lesz. Mentsünk és futtassunk. Ha minden jól ment, látható, hogy nullától kezdődik a ciklusváltozónk értéke, és egészen 10-ig haladunk el, és miután 10-nél nagyobb értéket vesz, nem fut le a print függvény, és nem jelenik meg feliratok konzolon. A hátultesztelős ciklusoknál ugye a ciklus mag egyszer lefut, és utána dől el a feltételtől függően, hogy újra megismételjük-e a tartalmat, a ciklus magját újra lefuttatjuk-e. Sajnos ilyen típusú ciklus nincsen a Pythonban, viszont minden hátultesztelős ciklus átírható előtesztelős ciklussá. Nézzünk azért erre is egy példát, egyébként a hátultesztelős ciklusokat do-while ciklusnak is nevezik. Hozzunk létre az i ciklusváltozó után egy condition névre hallgató változót, aminek legyen a kezdeti értéke a true. Majd a while után ezt a condition változót adjuk meg, ami ugye mindig el fogja dönteni, hogy újra lefut-e a ciklusunknak a magja. És most ugye a ciklusunk végén fogjuk kiértékelni a feltételt, a condition legyen egyenlő i kisebb egyenlő 10-zel. És ennek a segítségével egy hátultesztelős ciklust valósítottunk meg egy előtesztelős ciklus szerkezet segítségével. És ha már ehhez a témakörhöz értünk, beszéljünk egy picit a vezérlés átadásáról. Itt három kulcsszót fogunk megismerni, a break, a continue és a pass. Írjuk át ezt a példát if szerkezet felhasználásával. Itt a condition most kitörlöm, és folyamatosan true értéket adok meg a while
kújszó után. Ez azt jelenti, hogy ez a ciklus folyamatosan futni fog, mert örökké true értéket kap, tehát mindig teljesülni fog a feltétel, igaz értéket kapunk. Kiírjuk az értéket, ugye a printer, növeljük a ciklus változót, amit ugye egyelőre még nem használtunk, de ezután, hogy ne végtelen ciklus kapjunk, az if-fel ellenőrizzük a feltételünket, és ha i értéke nagyobb lesz, mint 10, akkor meghívjuk a break kulcsszót. Tehát megtörjük a ciklust. A break kulcsszó azt mondja meg, hogy az őt körülvevő közvetlen ciklust törjük meg. És ha mindent jól gépeltünk be, akkor látható, ugye, ki is töröm az előzményeket, látható, hogy gyönyörű szépen újra 0 és 10 között változik a ciklus változónk. Tehát a break kulcsszóval a ciklusokat tudjuk megtörni. Oké. Most jöjjön a continue kulcsszónak a használata. A continue azt csinálja, hogy átugorja a ciklusmag hátra lévő részét. Tehát egy bizonyos feltétel teljesülésekor nem megtörjük a ciklust, hanem a mögötte lévő kódrészt kihagyjuk, átugorjuk. Ennek a segítségével meg tudjuk azt tenni, hogy csak a páros számokat fogjuk kiíratni a konzolra. Egy picit át kell alakítanunk ezt a ciklus ennek megfelelően. Először is a while-ban, a ciklusmag megírásánál a ciklusváltozót az első sorba fogjuk áthelyezni, és növelni az értékét egyel. Majd ezután, inkább kitöröm, mert jobban lehet látni a logikát, tehát növeljük egyel az i változónak az értékét, és jön egy if, ahol kiértékeljük eznek az i változónak az értékét, ha ez nagyobb, mint 10, ugye, akkor brékelünk, kilépünk a ciklusból. Oké. Viszont menjünk tovább, jöjjön egy újabb feltétel, ha i osztva, maradékos osztás használva, tehát a százalék jellel, 2-vel, és a maradék az egyenlő 0-val, azaz nincsen maradékunk, akkor continue. Tehát, ahogy mondtam, kihagyjuk a páros számokat, tehát a páratlanok fognak megjelenni, ennek megfelelően a konzolon. A print függvénnyel kiírjuk az i-nek az értékét, legyen egyenlő százalék d-vel, és százalék i. És ha mindent jól csináltunk, és futtatjuk, akkor bár 10-ig fut le az i változó, tehát 10-ig inkrementáljuk az i ciklusváltozónak az értékét, de a continue kulcsszó miatt csak az 1-es, a 3-as, az 5-ös, a 7-es és a 9-es szám kerül a konzolra, majd a break kulcsszó miatt ki fogunk törni ebből a ciklusból. És ezért nem lesz végtelen. A harmadik új szó, amit ebbe a témakörben megemlítünk, a pass. Ugye a pass utasítás nem csinál semmit, akkor használjuk, ha szintaktikailag szükség van egy utasításra, de a programban nem szeretnénk csinálni semmit. Na, egy nagyon egyszerű példát, nézzünk erre is. Ugye, ha leírom azt, hogy for i in range, ugye ez volt a kezdő példánk, 1-től 6-ig, és tovább szeretném vinni a kódot, de a ciklus magot majd csak később akarom megírni. Most még nem tudom pontosan, hogy ide mi kerül. Ugye? Mondjuk egy kommentet teszek, és haladnék tovább egy print utasítással, és ha ezt megpróbálnám futtatni, azt kapom, hogy hibát kapunk. Ugyanis valamit valamit a ciklus magba meg kell adnunk, a for szerkezet ezt kiköveteli. És erre föl tudjuk használni a pass kulcsszót, tehát átpasszoljuk a feladatot, mint ahogy a fociba a labdát, majd később, most egyelőre más foglalkozzon ezzel a dologgal. Futtatunk, látszik, hogy lefutott a ciklusunk 1-től 6-ig, nem csinált semmit, például régebben ezzel csináltak várakozást, a fejlesztők, és lefutott a végén a teszt felirat. Jó. A témakör végéhez érve még nézzük meg azt, hogy hogyan lehet ciklusokat egymásba ágyaznunk, hiszen így lehet igazán izgalmas algoritmusokat megfogalmazni. Egy nagyon egyszerű példa,
Végig megyünk egy range által visszaadott számsoron, ugye 1-től 10-ig a számokon, majd a ciklus változó értékétől függően generálunk egy új range függvénnyel egy új számsort, tehát hogyha az i értéke 1, akkor 0-t és az 1-et, ha az i értéke 3, akkor 0-t, az 1-et és a 2-t. Szóval szépen ezeken így végig fogunk menni. Tehát itt a másik ciklusban a változónk értéke a j lesz, és megadjuk az új range-et, 0 és i tartományba, lezárjuk a felsort, kiírjuk az i-nek az értékét. Jó, egy pillanat, egy újabb print, üresen mentünk, futtatunk, és megjelent a szám piramisunk. Gyönyörű szépen. A fenti kódot egyébként nem muszáj így egymásba ágyazott ciklusokkal leírnunk, amúgy egyszerű for ciklussal is meg tudjuk ezt csinálni, vagy ehhez nagyon hasonlót, 1-től 10-ig, printer kiírjuk, hogy százalék D, százalék I szorozva I-vel, megkaptuk ezt a számpiramist újra, kitörlöm, hogy jobban lehessen látni, szuper, és csillagokkal is tudjuk ezt helyettesíteni. 1-től 10-ig, csak a printet írom át. Ugye itt beteszünk egy csillagkaraktert, majd megszorozzuk i-vel, hogy lássuk, hogy milyen klassz dolgokat lehet csinálni a iteráció segítségével, és még rengeteg dolgot lehetne itt elmondani, de itt az alapokat áttekintettük. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!